Javában tart a nyári szünet. A kisvárdai Bessenyei György gimnázium és kollégium mégis fiataloktól hangos. Az iskola ad otthont a vasárnapig tartó Itthon, Szülőföldön, Fiatalon akadémiának. A várakozások szerint több mint 200-an fordulnak meg a programokon, 170-en pedig az elejétől a végéig itt vannak. Ők előadásokon, workshopokon vesznek részt. Pénteken az uniós fejlesztésekért felelős államtitkárral is volt egy kerekasztal beszélgetés. Mások mellett arról, hogy mit tartanak fontosnak a fiatalok saját életükben és a közélet területén, és hogyan kapcsolódik mindehhez a politika. Mi szükséges ahhoz, hogy Magyarország gazdasága még versenyképesebb módon tudjon működni? Mi az a cél, amit magunk elé kitűztünk az elmúlt időszakban? Ez világosan és gyorsan elmondható, hiszen az a célunk, hogy 2030-ra Magyarország azon 5 európai ország közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni. Ez a cél nagyon sok mindent tart magában, és ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni, ahol szükség van a fiatalokra, szükség van az ő energiájára, az ő ötleteikre, az ő kreativitásukra, és leginkább az ő tenni akarásukra a közéletben, a gazdaságban és a magánéletükben is. Az államtitkár szerint érdekli a fiatalokat a jövőjük és a közélet, tenni akarnak, nekik pedig az a feladatuk, hogy ebben segítsenek nekik. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, a Hieroteosz Egyesület és az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület rendezvénye már a 4. ilyen nyári akadémia a határhoz közeli városban. Ennek a tábornak az az üzenemre, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden magyar fiatal felelős minden magyar fiatalért. Ezért Kárpátaljáról, Erdélyből és az anyaországból jönnek azok a keresztény demokrata, keresztény, konzervatív érzésű fiatalok, akik ugyanazt gondolják Európa jövőjéről. Európa jövője, az európai települések jövője, az európai fejlesztések jövője. Ennek a tábornak a témája. A megnyitón elhangzott, a közösségek akkor tudnak jól működni, ha van önmagukon túlmutató céljuk. A szervezők szerint az esemény jó alkalom együttműködések megalapozására, a kapcsolatépítésre és barátságok megkötésére. Ezekre adhat lehetőséget a rendezvény keretében megvalósuló közös faültetés, strandolás, kerti parti, vagy épp a Les Fest programjaihoz való csatlakozás.